Üdvözlöm kedves nézőinket a Lólépésben Sakmagazinban! Zoltán műsorvezető vagyok, és a mai napon még szintén mellőznünk kell Varga Péter műsorvezetőtársamat. Péter ugyanis egy nemzetközi mesteri körversenyen vesz részt most a műsor időpontjában, remélem nagyszerűen fog szerepelni. Az előző adásunkban beszámoltam a megye sakkéletének történéseiről, a megye sakkozóinak egyéni versenyeken elért kiemelkedő eredményeiről, és bemutattam egy magyar nagymesternek egy kiváló alkotását a vezércselben. A mai napon, mivel a megelőző adásunk óta újabb események nem történtek a sakkéletben, további partit ha sikerül a műsoridőbe beleszúszakolni akkor partikat szeretnék a tisztelt nézőinknek a figyelmébe ajánlani. Tehát az első partink egy olyan parti, ami receptet, tehát ötletet adhat a tisztelt nézőinknek arra, hogyha sakpartiban a vezércselnek a bonyolult küzdelmeit elkívánják kerülni, akkor milyen más megoldást választhatnak. A 60-as évek nagy világbajnokának. Tigrán Petroszjánnak az egyik fiatalkori alkotását, 20 évesen játszott partiját szeretném a nézők figyelmébe ajánlani. Az úgynevezett vezérgyalog megnyitásban aratott igen meggyőző győzelmet, és egy olyan partit játszott a, a későbbi világbajnok, amely azt hiszem jól kommentálható, jól magyarázható, és remélem, hogy a tisztelt nézőink közül sokan fognak ezek után vezérgyalog megnyitást játszani. Azok közül, akik Idegenkednek a vezércsel számtalan változatától, rendszerétől. Tehát lássuk a partit: a világos figurákat Tigran Vártanovics Petroszján vezeti, a sötét figurákat pedig a 17. szovjet bajnokságban Lublinski nemzetközi mester. Petros nagymester a későbbi világbajnok D4-jel kezdett, Lublinski Huszár F6-tal válaszolt, és Petros pedig nem akarván belebonyolódni a nimzoindiai védelem akkor divatos rendszereibe ö, egy ö, mellékváltozatra, vezérgyalog megnyitásba terelte a játékot 20 F3-mal. Lublinski e 6 válaszolt, és... Ö, Petrosz Ján, futó G5-tel egy kötést hozott létre. Futó G5. Ebből az állásból természetesen kialakulhat az a vezércseles állás, amit az előző adásunkban mutattam be a tisztelt nézőknek: Lilienthal Andor, Erik Landin nagymesterek partija, kialakulhat ebből még Tartakóver, Bondarevsky rendszer, és még nagyon sok minden más változat. De hát lássuk, mi volt Petrosz Jánnak a tarsójában, E három. C5-tel megtámadta Lublinski a centrumot, és ezek után már nem teljesen jó a C4, E3-at húzott a, a C5 lépésre, mint egy felkínálva, hogy üssél be D4-re, én az E3 gyalogommal ütök vissza D4-re, és egy olyan gyalogszerkezetet hozok létre, ami, ami tulajdonképpen a vezércselben sötét szokott játszani, csak itt világos tempóelőnnyel játszott futó ehéttel fejlődött tovább Lublinski. Természetesen a vezér B6 is egy változat, és arra Petrosz Ján Huszár B1 D2-vel válaszolhatott volna. Ö, ez a, ez a változat Petroszen praxisában 1960-ban a Lipcsei olimpián került terítékre, ahol Kozma Gyula csehszlovák színekben játszó nemzetközi mestert nagyon szépen megvert ebben, de hát Lublinszki futó ehéttel folytatta. Következett Huszár bd 2 ez is mutatja, hogy Petroszen nem akar a C gyaloggal C4-re lépni, D5 következett erre C3-mal folytatta Petroszján, arról van szó ebben az állásban, hogy ha sötét beütne D4-re, világos kedvétől függően akár a C, akár az egyaloggal üthet vissza, ha pedig C4-jel igyekezne leszorítani világosnak a vezérszárnyát, C5-C4-jel igyekezne leszorítani sötét világos vezérszárnyát, abban az esetben az E4 ellencsapás előkészítése a tematikus terv világos számára következett huszár b 7 és futó D-3. A világos mezőket röngenezzük és hogyha sötét, el fog sáncolni ö, rövidre, abban az esetben a futókkal egy erős támadás indítható az állása ellen. Rövid sánc, következett, ami kisé elhamarkodott, elhamarkodottnak tűnik, ö, jobban ajánlható a vezér C-7, ugyanis ha, ha rövid sánc után világos elhelyezheti az F3 huszárját E5-ön, a későbbiekben birtokába kerül Sziládan az E5 mező, és a későbbiekben azt a, az E5 mezőt király elleni támadásra használhatja fel. Hát huszár E5 következett tehát, amire sötét leütötte a huszárt, huszár üt E5, és gyalogüte 5 a huszára lépni kell, sötét természetesen a huszára az egyetlen értelmes helyre, d 7 vonult vissza, támadva ezzel az E5 gyalogot és megkérdezi a sötét futót, hogy mit szeretne kezdeni magával. Petroszian nagymester nagyon helyesen nem cserélt el a sötét mezeű futót, hanem a futót F4-re helyezte, ő őrizni kell az előtt gyalogot, az egy nyomasztó térhátrányt okoz sötét számára. Tehát futó F4. Az adott állásban látható, hogy a, a térelőny birtokában világos, képes király elleni támadást szervezni, tehát most nagyon veszélyesnek tűnik akár egy vezér H5 kirohanás. Ezt a problémát meg kell oldani, és ö, a sötétnek egyáltalán nem kellemes ez a probléma, e föttel válaszolt. Fut, ö, gyalog f5, ez azért nagyon értelmes lépés, mert igaz ugyan, hogy sötétnek a c8 futója rossz futóvá válik, viszont lezárja világos d3-on álló futójának az, az átlóját, és ö, ezzel mint egy ö, tompítja annak a harci értékét. Na most ez egy nagyon értelmes lépés volt, de de mégis van ellenszer ellene, hiszen azt láthatjuk, hogy bizonyos mezők meggyengültek sötét állásában. H4 következett. Ez a lépés azért rendkívül erős, mert a sötét mezők világos birtokába kerülnek. A futóval, tehát sötét nem ütheti le a futóval, a, menjünk vissza az F5-re, illetve H4-ig a 11. lépésre. Tehát sötét nem ütheti le a futóval a H4 gyalogot, mert arra vezér D1 H5 következne, és tisztvesztés, illetve matfenyegetés lenne. Ezért úgy folytatta a harcot sötét, hogy lezárta az állást, a gyaloggal C4-et lépett, C5, C4, és megkérdezte, hogy ugyanmit is szeretne kezdeni a futóval világos. Hát ott tartotta a futót, a B1H7 átlón, futó C2-t lépett, és ezek után sötétnek azon kellett elgondolkodnia, megpróbálja-e stabilizálni az állást, tehát ha fel tudna venni egy G6-H5 gyalogalakulatot, teljesen stabil volna az állása is áttörhetetlen, egyelőre áttörhetetlen, viszont a vezérszárnyi kezdeményezést részesítette előnyben gyalog B7-B5-tel. Világos még nem sáncolt. Látszik az állásból, hogy a királyszárnyon vannak támadó tervei, tehát világosnak hosszúra kell sáncolnia, és ebben az esetben ellenkező oldali sáncolásnál mi is a recept természetesen az, hogy mindkét fél az ellenfél királyállását támadja, és aki gyorsabban tud támadni, akinek a támadása gyorsabb és átüt, azt tud nyerni. Tehát ezért részesíthette előnyben a B5 lépés Lublinski mester. Huszár F3 következett, ami, ami több jó pozíciót is mutat söté, világosnak, a huszár D4-en is kitűnően áll, és a G5 is fenyeget, a huszár G5 is. Sötét is elhelyezheti a huszárját a világos mezőkön, huszár C5-öt húzott világos, amire ö, következett világos részéről egy rendkívül érdekes lépés. G4. Ez a G4 lépés a király elleni támadás logikus folytatása. Arról van szó, hogy ez egy gyalogvesztés ugyan, viszont ha leütné a gyalogot sötét, abban az esetben kinyílna az, az átló, huszár G5 is rendkívül erős lépés, fenyegetne a gyalognak a visszanyerésével, illetve a vezér kirohanásával. Ezért úgy döntött Lublinski, hogy nem nyitja ki a világos futónak az átlóját, hanem B4-jel forszírozza a gyalog elleni, a, a, vezérszány elleni támadást, B4. Erre következett üt f gyalogüt f és természetesen Lublinski visszaütött a gyaloggal hiszen tartania kell a B1H7 átlót, be kell azt zárni. Csak hogy Huszár F5-tel fejlődött és támadott Petroszján, Huszár F5, és Lubiszki megértette, hogy elkésett a vezérszárny elleni támadással, hiszen fenyeget például E6-tal egy kis átmeneti zárás, fenyeget a vezér H5-kirohanás, tehát valamit nagyon kell kezdenie, és maga dugta hurokba a fejét G6-tal. Nagyon szeretné megakadályozni a vezér H5-kirohanást, ezért következett G6. H6-tal talán még védekezhetett volna, de ez már egy másik partin lett volna. Én azt hiszem Petrosyan akkor is időelőnyel rendelkezmény szét tudja szedni az állást. Következett ö, H5, tehát folytatni kell a harcot, kinyitni a lehetőség szerint a H vonalat is. Hiszen sötétnek nincs lehetősége a centrumban ellentámadást indítani, és sötét elkészsett a vezérszárnyi ellentámadással. Sötét, igyekezett lezárni a, a B1H7 átlót, Huszár D3 sakkot adta be. Amire következett futó D3, Galogüd D3. 5-g6, a d3 gyalogot nem kell azonnal leütni, mivel hogy az a gyalog úgy sem szalad el, az úgyis világ, világos zsákmánya, ki kell nyitni a h-vonalat, 5-g6, h5-g6, vezér d3, gyalog c 3 gyalog c 3 futó g 5 futó üt g 5 és Lublinsky természetesen, mivel főtorna játékos volt, első pillanatra látta, hogy a, fut, a vezérre nem szabad leütni azt a futót, mert arra Petroszján mosolyogva adná be a vezérű D5 sakkot, majd el tudná vinni az A8 bástyát is mindenféle matfenyegetés mellett, ezért következett vezér A5. Védeni kellett a D5 gyalogot is. Nos, anyagi egyenlőség van szinte a táblán, csak egy gyalog hátránya van Lublinszkinak, ellenkező színű futós állás, tehát az nyer, aki támadó terveket tud kovácsolni, és látható, hogy Ján támad. Következett futó F6, ez a futó a létező legjobb helyen van, következett Bástya E8, amire jön a végső kombináció vezér D4, király F7. Itt Petroszián beadta az E6 sakkot, az leüthető ugyanaz a gyalog a bástyával, de erre következik bástya, vagyis futó D8, és mat vagy vezérvesztés, tekintettel arra, hogyha vezér ütné a futót, abban az esetben következne bástya h7-sak, a királynak el kell lépnie g8-ra, f8-ra vagy e8-ra is, vezér d4, h8, mattolna. Ebben az adott partiban tehát Petrosyan azért tudott ilyen könnyedén nyerni, mindössze 26 lépésben, mert zárva maradt a centrum, nem, le, nem vívott sötét centrumharcot. Ezért szabad kezet kapott Petroszjan nagymester a király elleni támadás vezetéséhez. Tisztelt nézőink, az előző partiban egy zárt centrumos állást tudtunk vizsgálni, milyen támadó lehetőségei vannak a zárt centrum, a centrum lezárása esetén egy királyszárny elleni támadásban világosnak, ha sötét a vezérgyalog megnyitásban túlzottan hamar, rövidre sáncol, és átengedi az E5 pontot világosnak, amit világos a térelőny birtokában támadásszervezésre használhat fel. Most egy mozgócentrumos állást szeretnék a tisztelt nézők figyelmébe ajánlani, szintén magyar vonatkozású partit. A világos figurákat a nagy világklassz is, a top 10-es játékos, Portis Lajos nagymester vezeti, ellenfele pedig Las Palmasban Menviel, Augusto Menviel nemzetközi mester. Portis Lajos aki több világrekordot is tart, hiszen senki más nem volt a világon, aki 20-szoros sakkolimpikon, tehát 40 évig, 4 évtizedig játszott a magyar olimpiai csapatban, aki 8-szoros világbajnok jelölt, az utána következő Geller nagymester, Jefim Dmitrievics Geller csupán 6-szor volt világbajnok jelölt, tehát Portis Lajos nagymesterekor már világbajnok jelölt volt, top 10-es játékos, aki természetesen a sak minden stílusában otthonos volt, mégis inkább a pozíciójátékban volt a legerősebb. Ellenfele egy taktikus jellegű nemzetközi mester úgy gondolta, hogy hogy taktikai térre tereli a küzdelmet, hát abban el tudja kapni a nagy és egy olyan megnyitást választott, amely taktikai fordulatokban gazdag. Nézzük ezt a megnyitást, tehát Portis is nagymester c 4 nyitott, ez angol megnyitásként indult, de metamorfózis ö, során átmehet vezércselbe, holland védelembe, grünfeld védelembe, királyindiai védelembe, fel se lehet sorolni, hogy mennyi mindenbe az ellenfele e válaszolt, ez pedig az úgynevezett holland védelem. Az előző partit megnyerő Petroszján világbajnok korában úgy tréfált, hogy ha az ellenfél holland védelmet akar játszani, abban nem szabad megakadályozni. Természetesen a holland védelem teljesen perfekt, tehát korrekt védelem, nem lehet azt mondani, hogy vesztő védelem lenne, mert akkor nem volna védelem, de petroszán nagyon szeretett a holland védelem ellen játszani, és nagyon eredményes is volt ellene. Portis nagymester szányra fejlesztette a futóját, G3-mal folytatta, amire Huszár F6 következett, még Huszár G8 F6, még nem dől el, hogy a három nagy holland rendszerből, a Leningrádi változatból, az Igyén-Zsenyevszki rendszerből, vagy a Kőfal rendszerből melyiket választja Menviel. Futó G2 következett, futó G2-t lépett port is, és G6. Ez az úgynevezett Leningrádi változat, a nyugati világban Dutch Defense-nek nevezik, Leningrádi sakkozók dolgozták ki a, az elméletét. A hollandi védelem tulajdonképpen arra épül, hogy ha világos ellenőrzi a D5 mezőt a gyalogjával, és megszállhatja a D4 mezőt is, akkor a, a holland védelemben sötét az E4 mezőt vonja ellenőrzés alá a Huszárral és az f 5 gyaloggal, és ezzel tart ellensúlyt a centrumban. Nos, amikor sötét a leningrádi változatot választja, akkor az F8 futót G7-re igyekszik fejleszteni, és ezzel tulajdonképpen a holland védelem és a, a királydiai védelem szintézisét alkotja meg. Tehát a későbbiekben, taktikai fordulatokban a G7-re kerülő, Sötét futónak az átlóját szeretné feltárni taktikai küzdelmekre, vezérszányi kezdeményezés is szóba jön, és a holland védelem stratégiai vonatkozásai is. Tehát nem egy esetben előtött tud húzni ebben a változatban e, sötét, majd király elleni támadása is törekedhet. E, e, f 4 el ahogy megyénk egyik kiváló sakkozója, Dr. Radics László szokta azt bemutatni, egy ízben például a Nyírségi Tornán, ha jól emlékszem, Szeberényi Ádám nemzetközi mester verte meg ö, nagyon szép partiban, de lehet, hogy nem Szeberényi mesterről van szó, elnézést kérek, hogyha rosszul emlékeztem volna. A partit a későbbiekben természetesen majd bemutatjuk valamikor. De térjünk vissza ö, a Radics doktortól jobb sakkozókhoz. Portis nagymester d 4 jel folytatta a főváltozatot, amire Menviel futó G héttel válaszolt, és következett futó G7, és következett huszár C3. Ebben a változatban, tehát a Leningrádi változatban világosnak elengedhetetlenül fontos a D5 mező ellenőrzése. Nem egyszer még Huszár D5-öt is húznak, hogy Huszár D5, C4 D5-tel az a két gyalog, őrzött gyalog leszorítsa sötétnek a centrumát, tehát ezzel lehet megakadályozni az E5-öt. Menviel még mielőtt akcióba lépne, elsáncol rövidre, amit nagyon bölcsen tesz, hiszen a túl korai akció a királybiztonságba helyezése nélkül világosnak adna nagy előnyt, tehát rövid sánc. És Sport is nagymesternek két fő folytatás áll a rendelkezésére. A Leningrádi változatban leggyakrabban Huszár F3-at húznak, és bonyolódik a küzdelem, nagyon sok változatban egy ritkább változat, ha jól emlékszem az enciklopédiában A86 A87 a kódja, a huszár F3-as változat, a huszár pedig a körülményektől függően nem is annyira G5-re, hanem F4-re igyekszik, minden esetre port is nagymester, ezt a ritkább folytatást választotta huszár H3 a Huszár a tábla szélén szégyen, tehát Tarras nagymester ezt megmondta, tehát a Huszárnak ez nyilván tranzitállomás, más, későbbiekben máshová törekszik Port is nagymesternek a Huszárja. Huszár c tal folytatta Menviel, itt természetesen D6 is számításba jött meg sok más egyéb folytatás. A Huszár C6 még nem eltérés az elmélettől, a D6 később is meghúzható és sok más egyéb folytatás is, csak egyszerűen szeretné tisztekkel nyomni az állást. Erre Port is nagymester hidegvérűen rövidre sáncol, és következett D6. Menviel természetesen szere szeretné, Hamar meghúzni az E5-öt, ebben őt azonnal meg kell akadályozni. D5 a jó lépés, és erre következik Huszár c 6 e 5 A fenyegetés az, hogy meg van támadva a C4-gyalog. Port is nagymesternek itt lehetősége van vezér B3-mal is folytatni, de erre kisé beszorulna a vezérszárny, nem hiszem, hogy Lajos bácsinak ez volna az ínyére. Portis nagymester látja, hogy miben mesterkedik ellenfele, a G7 futónak az átlóját szeretné feltárni, ő azonban nem azért világlassz is, hogy ne tudná kiszámolni azt az rendkívül hosszú változatot, B3-mal kinyitotta az A1 H8 átlót, tehát sötét G7 futójának az átlóját kinyitotta. Ez az állás akkoriban még nem volt 1972-ben Las Palmasban járunk, nem volt akkoriban még olyan megcsócsált elméletileg, akkor még nem volt számítógép, és a sakkozók hetekig, hónapokig igyekeztek kiszámolni, hogy van-e most világos számára, ö, sötét részére valamilyen nagy taktikai csapás vagy sem. Port is nagymester ezt a tábla mellett kellett, hogy kiszámolja, ami természetes, hiszen ő egy extra is egy is és hidegvérűen megvárta Menvielnek a huszár f 6 n 4 lépését. Természetesen következett huszár c 3 e 4 és Menviel valószínűleg otthon dolgozta ki ezt a változatot, ezt a taktikai kombinációt, áldozott egy tisztet, hogyha gyaloggal ütné a lovat az nem adna neki semmit sem, hanem 20f3-mal a király beszorítására törekszik átmeneti tisztáldozattal, huszár f 3 Erre következett ö, bástya 5f3. Arról van szó, hogy ha Portis nagymester elvonta volna a bástyát mondjuk B1-re, illetve kilépett volna a királyjal H1-re, akkor üthető könnyedén a bástája, és még az e is ütésben áll, tehát rossz állásba keveredett volna Lajos bácsi. Következett, üt E4, port is még mindig tiszt hátrányban van, és nem menti az A1 bástyát, hanem nagyszerűen felméri a kinyíló E4 elvonalnak -E a lehetőségeit, futó g 5 húz. Lássuk, kiszámol tovább. Futóüt A1, vezérüt A1, gyalogüt F3, és itt látszik Menvielnek az ötlete, ha futóval ellép, abban az esetben a futóval H1-re lép port is, abban az esetben a C8 futóval, tempóval tudja ütni a világos huszárt. Port is azonban a bástyával E1-re támadott, támadt, hiszen nyomja az E7 pontot, és itt kapott észbe Menviel, és bástya F7-tel védte a rogyadozó E7 pontot. Abban az esetben ugyanis Port is mat fenyegetést hozhatott volna létre. Bástya H7 tehát, futó F1, vezér F8. Port is áthelyezi a küzdelem helyszínét, bást, ö, vezér C1-jel, amire következik bástya F5. Lássuk, ki számol tovább. Bástya üt E7, és menvijel ötlete az alapsori problémára mutat rá, bástya E7 vagyis Bástya E5. Ha port is leütné a Bástyát, abban az esetben visszatud ütni Sötét, és összekaparja az állását, h majd g elzavarná a futót is. Következett Bástya C7. Bástya, vagyis vezér E8, Menviel felsorakozik az evonalon vonalon alapsori mattot adni, következik futó F6. Bástya E1, port is nagyszerű vezéráldozatot mutat be, huszár G5. Most, ha leütné Menviel a vezért, semmit sem érne azzal, mert matton áll, tulajdonképpen azonnal, vezér E2-vel állítja matra Portist, csak hogy Portis hamarabb következik, újfent vezéráldozatot kínál fel, vezérüte egy, vezérüt egy, bástya H7, és immár Menviel nem tudja meggátolni a bástya H8 mattot, ezért a 22. lépését már nem kívánta megtenni, bevárni a mattot, kezet nyújtott a magyar világklasszisnak. Tisztelt nézőink, remélem tetszett Portis nagymesternek a taktikai Brilliáns megoldása. Köszönöm a figyelmüket, remélem jól szórakoztak viszontlátásra.